A Sárhegy egyik legfajgazdagabb társulásában vagyunk, ezt melegkedvelő tölgyesnek hívják. Mintegy 300-350 méter magasságban, olyan sekély a talaj, és a csapadék is már olyan kevés, hogy itt összefüggő erdő már nem tud kialakulni, hanem mozaikosan kisebb erdőfoltok váltakoznak gyepfoltokkal. Az uralkodó fafajok még itt is, a kocsányos és a kocsánytalan tölgy, de nem tudnak már szálfává nőni. Gyakran gyökérsarjakról újra és újra a kiszáradás után hajtanak, és bokorszerűek maradnak. Közöttük megjelenik a legszárazságtűrőbb tölgyfajunk is, a molyhos tölgy. Ezen kívül a mezei juhar alkotja leginkább a lombkorona szintet. A cserjeszint hallatlanul gazdag, vadkörte, vadrózsa, veresgyűrűsom, és erre a melegkedvelő tölgyesre karakterfajként jellemző húsosom is megtalálható. Az erdőnek az aljnövényzete is gazdag, erdei gyöngyköles kéklik a bokrok között, de a sztyeprét növényvilága rengeteg igazán értékes, a valahai sztyepvidékre jellemző megőrzött fajt is mutat. Ilyen például a piros kígyószisz, a tarka koronafürt, a bársonyos kakukkszegfű, a macskahere, bugás macskamenta, méregölő sisakvirág, a deresbuvágfű, szurokfű, tisztesfű. Ilyen gazdag növényvilág mellett természetes, hogy a rovarvilág is nagyon-nagyon gazdag. Sorolni is nehéz lenne, annyiféle bogár, lepke, illetve sáska él ezen a területen, amelyeken cinegék, nyaktekercsek, pityerek, sármányok, harkályok táplálkoznak, illetve a hüllők közül a törékeny gyíkot, a zöld gyíkot és a fürge gyíkot is meg lehet itt találni.